fognak kocsikázni. Sziasztok! Nos, a kis Levit átadtam az anyukájának, sziasztok! És jövünk Blankával, meg Gáborral lovaskocsizni, meg Csongorral, meg Szellővel. Elindultak az akácos vendégházból, és majd egy kört fognak tenni itt a Kászonok vidékén. Akkor először ugye Kászon Jakab falva, utána Kászon Impér, Kászon fel 10, al 10. Majd tudod merre menjél el egy picikét velük, tudod a fel 10-nél, ahol vannak azok a nagyon szép kapuk, tudod a téglából a kászoni székely kapuk. Itt pedig... Tessék? Nekem is a milyen? Igen? Na, mi a manó? És hogyha eljöttök ide hozzánk, akkor majd Csongorral tudtok lovaskocsikázni. Na, és lepattantam a szekérről. Háttérbe pedig egy hagyományos ház. Fából. Ez a kutyus, ez állandóan itt van. Mióta van meg ez a lovad neked? Nálunk született. Igen? 17 éve. Május 2010. május 15-én született. Na, én meg május 26-án van a születésnapom. Na, 12 éves. És látjátok, onnan jöttünk. Ott a Tarihegy, és ott van a Kácos vendégház. És van itt másnak is lovaskocsia. Az volt a helyi buszjárat, nem? Szereted a lovakat? Igen. Mivel fog, tehát mit foglalkozol a lovakkal, vagy mit csinálsz? Hát a munkalovakat, mezőgazdaságban. Mezőgazdaságban? Illetve dolgoztunk régeket, szépvágyűjtés, földművelés. Értem. Tehát így, hát most már hobbi szinten csak. Hobbi szinten. Értem. Na. Hogy tetszik a táj? Még ki sem jöttünk a faluból, Blanka. és hogy aludtatok? Ó, hát nagyon mélyen. Pedig az emeleten voltatok, nem? A csűrbe. Akkor is jó volt. Na, és akkor látjátok, most én hajtom a lovat. Verni nem fogok. Borok. Látjátok, jobbra-balra. No. Hát ez még nem megy nekem. Nem ismerős, köszönöm, de visszaadom neked Csongor. Még nem hajtottam lovat, de... Vagyis nem sokszor, ugye? De hát itt a gazdának minden mozzanatát, minden gondolatodat ismeri, gondolom, nem? Hát ez a jó, ez a szép az egészben, hogy tényleg amikor az állat meg a ember együtt dolgozik. De múltkor képzeld el, mentem hajnalba, tehát 200 gólyát itt láttam ott. De hol vannak a faluban, van ennyi gólya pénzre? Nem tudom, hogy van. De most, hogy van, igen, nagyon megszaporodtam. Sokan kérdezték, nálunk vannak fecskék. A házó, a portán belül kiültek a drótra reggel. Azt nem néztem, hogy vannak fecskék. Igen? No. Repkedtek azért. Jaj. Nagyon sok helyen ugye mondják, hogy tényleg eltűntek a fecskék. Hát nálunk vannak szerencsére. Este meg, vagy holnap meg fodrászkodás lesz, Blanka, mit szólsz hozzá? Jó. Hát te fodrásznő vagy, nem? Igen. Szeretnétek meglátni itt a YouTube-on, hogy írja le a hajam Blanka, akkor majd írjátok meg, hogy igen, akarjuk látni, az hogy írja a hajam.
A lónak mi a legjobb? A hallása, a szaglása? A hallása. A hallása? Nagyon jó. Hallása? Visszakérném, jó? Na, ott pedig a domboldalon ott vannak a bocik, meg a tehenek is. Villanypásztor. Jön egy traktor szembe. És a medvékkel hogy állsz, Csongor? Mennyit szoktál látni? Mennyit látsz? Hát napon, de hetente 3-4 alkalommal. Hetente 3-4 alkalommal? De akkor... de akkor az mit jelent? Mész a hegyekbe? Vagy most mivel foglalkozol? Fával? Nem, jelenleg állattartással foglalkozunk. És járgás alatt van a tanyag. Igen? Igen. És ott azért lehet látni. Igen? Szinten, igen. Aha, tehát napi szinten lehet látni. És anyamedvéd, boccsal? Anyamedvéd, boccsal, mindenfajta. Minden farkas? Farkas azt nem nagyon. Hát van az így, de azt nem. A medve, ami jó. Medve, ami látom, olyan. Igen. Aha, értem. Na így mutatok nektek egy képet így magunkról is. Hát én majd megvakulok, mert a szemembe süt a nap. Csongornak meg van egy baseball sapkája, Gábornak is, Blankának meg szemüvege. És ezen a réten itt jobbra itt láttam még szarvas tehenet is, meg szarvas bikát is, ahogy szombaton mentem hajnalba. Na. Na, és most nekiálltunk itt a sík részen száguldani szellővel. És az a jó, figyeljetek, hogy itt gászonszéken egy kört tudunk megtenni így aszfalton. Tehát nem... De végül is, ha olyan lesz, akkor föl tudunk itt menni valamelyik hegyre is. Na, jó van, oké. Na. Hát, hogyha eljöttök hozzánk, akkor... Az meg ott micsoda egy kutya? A távolba szerintem. A kutya. Hát, hogyha eljöttök hozzánk majd akkor az akácos vendégházba, akkor egy lovaskocsikázásra is számíthattok Csongorral, és meg Szellővel, és tartsatok velem itt máskor is itt a YouTube csatornánkon, és ne felejtsetek el feliratkozni. Még egy portrét mutatok rólunk. Sziasztok! És akkor Szellőt is még mutatjuk, és bezárom.